Hát ez nehéz ügy. Most lett éppen vége az összepakolásnak. És amit éppen láttok, az a műhely. Az a leltár videó, csak azért nem veszem le a kapusznit, mert nagyon hideg van. Éppen december 25 van, most múlt el karácsony, és januárban, tehát lassan indul a költözési fázis. Úgyhogy a műhely kezdett kipakolni, tehát itt már nincsenek tömény dolgok. Az összes kelléket összeszedtem, ami csak kell, lecsavaroztam, és most jelenleg ott tartunk, hogy össze van pakolva minden. Mindjárt megmutatom, hogy hol tartunk, jó, mert egy kicsit döbbenetes, hogy mennyire tele vannak itt a dolgok. Megpróbálom elmagyarázni, szóval minden bele van pakolva a számítógépházba, még a hangszóró is, tehát az alaplapok, a hangszórók, minden is úgy van belerakva, hogy ez amikor az állni fog, tehát a lábán fog állni, akkor nem fog sérülni, elméletek semmi csatorbét, neki tolattam valaminek. Úgyhogy minden egyes kártya, minden egyes PCI-os sín ki van töltve AGP-vel együtt, és full tele van, azok a részek, amik üresek, azok is el vannak foglalva, mindenféle kábeleket, tehát teljesen tele van pakolva a gép. Itt is meg tudom mutatni, hát így néz ki, tehát belül van, vagy öt alaplap, mindegyik teljesen telipakolva, és táp belerakva, stb. Úgyhogy ez szó szerint már, ezt kicsit arrébb toljuk, ez szó szerint már fuvar kész. Ez az alsó, amit itt láttuk, ez a tápház. Minden egyes házat próbáltam kategorizálni, hogy egyes házakba csak egy dolog kerül, ebbe táp van. Tehát az összes tápkábel, az összes tápelosztó, az összes olyan alkatrész, ugye, ami az áramellátása kapcsolatos, hát ez kicsit ilyen vegyesebb. Tehát ebbe alaplap, előlapka, hangszóró, egér, hát úgy minden bele van szórva, de úgy nem gyengén. Remélem látszik. Úgyhogy nagyjából össze van pakolva. Ami még nincs ide téve, az ez a ház, de természetesen ezt is. Ez egy dög nehéz ház. Ez egy dög nehéz házam úgy, tehát van ami nem gyenge súlya. Ez egy majdnem teljesen kész gép, annyi hiánya van, hogy hát olvasó az nem sok van benne, meg van benne egy-két reklám még, azokat majd le kell szedni, de amúgy egy üres készülékről van, szóval most nagyon kényelmes, bele tudom tenni a kamerát, tehát meg tudom mutatni, hogy egy alaplap van benne, nincsen benne semmilyen PCI-os, illetve AGP-s eszköz, itt szemben látjátok, hogy teljesen üres, tehát nincsen benne olvasó, csak egy darab vinyó van benne, vagy ha jól látom, ami hasonló. Úgyhogy ez is megy. Úgyhogy 1, 2, 3, 4, 5 darab számítógép háznyi teljes szett az, ami most éppen elhagyja a műhelyt, és megy szépen föl Budapestre. Hát a holnapi nap folyamán itt mindenki fog ürülni, és kerülünk át a nagy műhelybe, úgyhogy ennyivel is jobb a helyzet. Még vannak ilyen kiegészítő dolgok, ezeket nem akarom most elvinni, például a hűtős vödör. A hűtős vödör, hát mint a neve mondja, hát ebbe csak hűtő van. Értelemszerűen teljesen hibátlan készülékeket kell elképzelni amúgy. Ventilátora minden szarra. Az az igazság egyébként, hogy a ventilátorokat azt meg külön zacskóban, illetve ilyen nylonban próbáltam összegyűjteni, de hát több-kevesebb sikere, mert mindig van elkallódó ventilátor, ami nem tudja, hogy hol van az ő kis helye. Mindegy, ezt gyorsan pótoljuk. Ugye akármilyen kicsi ventilátor nagyon jól jöhet, hogyha leégésről van szó. Mindenféle ilyen trükkös, akár hármas dugós, akármilyen megoldása, mindegy. Szóval ezek egyelőre maradnak, mert egyszerre mindent vissza tudok vinni. Így is hatalmas, itt van egy csomó idekábel is. Így is van egy csomó csalás az ügyben, mert természetesen hát ez az út, mint egy pár csavar, igen, azt halljátok éppen, azt pakolom, tehát hát ebben van egy jó pár csavar. Hát mint látjátok, a számítógép szereléshez szükséges kis menet, nagy menet, jobbra menet, balra menet jellegű csavar, és van super speaker. A super speakert arról ismerjük meg, hogy test speaker, tehát bárhova rá lehet dugni, és azonnal sípol. Tehát természetesen arra a nagy batárvacakra nem nagyon van szükség. Most jó, hogy mondtátok, ezt gyorsan el is kell helyezni, ugyanis ez is a szerelés része, ez is megy a
pesti nagy műhelybe, értem szerint a kábelére vigyázni kell, mert borzasztó könnyen lehet, hogy ott a mágnesesség nagyon frankon megfogja majd. Úgyhogy ennyi a helyzet, szépen a csavarokat elteszünk. Na, úgyhogy ez a szett megy föl Pestre. A szállítás az olyan idióta módon lett megszervezve, szíves elnézéseteket kérem, de én nem tudok minden nap fölmenni Pestre, mert hát ez sokba kerül, mint busz. Ugye ezt valószínűleg értitek. Ha megnézitek a Volánbusz honlapját, hát 700 forint alatt nem úszom meg. Csak oda, természetesen utána még haza is kell jönnöm, mert még én itt lakom lenne Ercsibe, ez még januárig így fog történni. És van egy barátom, aki segít autóval ezt az 5 számítógépet, meg az 1 monitort kivinni az állomásig. Ott jön a busz. Én egyedül be tudom tenni a busz aljába, mert ezeket úgy raktam össze eleve, hogy a talpán állva ez nagyon jó kibírja akár még a rászkódást is, hiszen ilyen antisztati bugyiba van csomagolva, tehát egy ilyen minimális rászkódást, amit a busz képez, az természetesen el tudja viselni. Szóval beteszem a buszba egyedül, lecsukom az oldalát, felszállok, kifizetem az 1 főre a jegyet, fölmegyek Budapestig, és Budapesten már vár az én nagyon jó barátom, és abba fog majd nekem segíteni, hogy az ő barátja által autóval elvigyük ezt a sok számítógépet, meg a monitort, meg a benne lévő rendkívül sok apróságot, ezt elvigyük az új műhelybe, és az új műhelybe már elméletileg van egy kis hely. Ha nincsen hely, az egyáltalán nem gáz, mert akkor segítünk természetesen pakolni egy kicsit, hogy legyen helyünk, de oda be fogjuk magunkat fészkelni, és hát nagyon szépen folytatódni fog a számítógépek összerakása. Hát a további adományokat értelemszerűen ennek a másik srácnak, nevezetesen Tiboriusnak a címére kell majd feladni, ingyenes utánvétel, ugyanúgy, ahogy az eddigiek folyamán, jó? Úgyhogy nagyjából itt vége van a pakolásnak. Még egyfolytában nézem azt, hogy mi az, amit még el lehetne vinni, de hát már többi az marad. Tehát mindent... Hú, mit csináltam a Zoom-ma? Ha miért nem szóltatok? Na mindegy. Az, ami itt még furcsaság van, hogy hát itt van még egy csomó doboz. De ezek majd természetesen a későbbiek folyamán kerülnek majd föl Pestre. Úgyhogy nagyjából ennyi volt. És akkor mondom még egyszer, hogy aki szeretne küldözgetni ugyanúgy, ahogy eddig, akkor az már az új címre tegye meg, és értelemszerűen akkor ezt tőlem Facebookon el lehet kérni azt a címet, hogy milyen utca, hány szám, és akkor értelemszerűen ugyanúgy, ahogy eddig, a ingyenes utánvétel, vagy valami hasonlóval majd megoldjuk, jó? Úgyhogy az a hűtős doboz, igen. De mi ez az automata zoomolás? Nem értem. Na mindegy, majd még rájövök, úgyhogy nagyon szépen köszönöm a segítségeteket. Ja, meg lesz majd egy ilyen is. Ingyenes számítógép gyanánt. Igen, jól látjátok, ez egy laptop. Ez egy Toshiba, akármilyen laptop. Azonban nagyon-nagyon súlyos ilyen törési hibái vannak. Ezekkel majd próbálunk valamit kezdeni. Nem tudom, hogy mi baj lehet. Hiányzik az oldalából egy-két apróság. Mindegy. Ha majd lesz ilyen is, mert ezt is felajánlotta valaki. Van nyomtatónk, képzeljétek. Na jó, megyek, jó, és akkor a továbbiakat akkor végül is Budapesten. Na, sziasztok!